Bár már az ötödik fordulót rendezik a 12 csapatos keleti csoportban, a nyíregyháziak még csak második bajnoki meccsükre készülnek. Kovács Tibor együttese a harmadik körben kapcsolódott be a bajnokságba, első fellépésükön a Gyulát verték 93-54 asztalosék. A keret egyébként jelentősen változott az elmúlt szezonhoz képest, néhány rutinos játékos mellett fiatalokra építenek az alapszakasz tavalyi ezüstérmesénél. Örülünk annak, hogy a megyében ilyen szintű kosárlabda csapat is működik, és azok a játékosok, akik nem kerülhetnek az NB1-B közelébe, tehetségüknél, alkatuknál, elfoglaltságoknál fogva, a kosárlabda sportágban tudnak ténykedni. Ez működik, én úgy gondolom, hogy elég nagyot léptünk előre az elmúlt 4 évben, fiatal csapattal kezdtük, fokozatosan erősödtünk, a tavaly előtti harmadik hely, a tavalyi második hely azért gondolom bizonyítja azt, hogy minőségben nagyot ugrottunk. Most egy kicsit el kell viselnünk azt is, hogy több játékosunk a tavalyi mezőnyből eltávozott a csapattól, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt, továbbtanulás miatt. Most új csapatot kell építenünk, és ennek nagyon örülünk olyan formában, hogy a csapatunk 70%-át 20 év alattiak, nagyrészt 18 év, illetve alattiak alkotják. Nekik még tanulni kell ezt a légkört, de én azt gondolom a megye szempontjából és egy közös együttműködéssel az NB1-B-s csapattal reményeink szerint ez csak előre fogja vinni a kosárlabdát. A Békés Csaba 2 győzelemmel és 1 vereséggel áll a tabellán. Kovács Tibor szerint a hazaiak a mérkőzés esélyesei. Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy egyértelműen mi vagyunk a favoritok, de már nem olyan tekintetben, mint mondjuk az elmúlt évben, amikor sokkal erőteljesebb, masszívabb volt a csapatunk. Bízunk benne, hogy ezt a mérkőzést tudjuk hozni. Minden győztes mérkőzés sokat jelent. Kis célokat tűztünk ki magunk előtt, nem olyan merész terveket, mint tavaly, de én azt gondolom, hogy ott a mezőny elején szeretnénk végezni, akkor ezek a győzelmek is kellenek. A Szentsenyik-se Békés-Csabai KK mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki Torna csarnokában.